Sziasztok! Atyán kegyeméből megkaphattam azt a megértést, hogy miért nem működik a házasság. Mindig arról kapom meg a megértést, amiről morfondírozok, amiről sokat elmélkedek, gondolkozok, tehát keresem az igazságot. És az ő kegyelme által, hát mivel ő tudja a gondolatomat, ő jobban ismer engemet, mint én saját magamat, ezért az ő kegyelme által megkaphattam a megértést arra vonatkozóan, hogy miért nem működnek a házasságok. Én soha nem voltam házas, nem is leszek, nem is akartam sohasem házas lenni. Valahogy mindig tévelyektem a házasság gondolatától is, de ellenben parázna az voltam, sajnos. Ez az egyik fő bűnöm, amitől már megtisztított. És akárhány kapcsolatom is volt, soha egyik kapcsolatom sem volt kielégítő, soha egyik kapcsolatomban sem éreztem magamat úgy igazán boldognak. Tehát egyik párkapcsolatom sem tudta azt nyújtani nekem, amit most Istentől kaphatok. Hátul kertészkedtem, és amikor jöttem, mentem, jártam, keltem a kertben, akkor egészen egyszerűen így, mint egy ilyen villanás, így az Isten szent lelke így átfújt rajtam. És így átmosott, és megkaphattam a megértést, és Isten szent lelke szó szerint szent módon tudatta azt velem, hogy miért nem működik a házasság. A házasságok azért nem működnek, mert a mi atyánk ezt tartalmazza. Tehát az az imádság, amit Jézus Krisztus ránk hagyott, a mi atyánk, az ezt tartalmazza, ennek a magyarázatát, hogy miért nem működik a házasság. Tehát először is Márk evangéliumának 12. részének 25-ös versében a következő olvasható. Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát azok az emberek, akár nők, akár férfiak, akik itt az életükben még feltámadnak a halálból, a lelkük újjászületik, feltámad a lelkük, megtisztul a lelkük, és Isten átformálja a lelküket, és minden bűnöket megbocsájt. Na ezek az emberek, hát mivel hiszen ezt Jézus mondta, ők már nem házasodnak, nem mennek férhez, nem mennek feleségül, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Ebből a versből, ebből az igéből nekem egyértelműen kiderül az, hogy a mennyben nincsen házasság. Tehát a mennyben nincs olyan titulus, hogy férj, vagy feleség, vagy házasok. Ilyen nincs a mennyben, hanem angyalok vannak. Tehát nekem egyértelműen értelmezhető ebből az igéből, hogy a mennyben nincs házasság. És a mi atyánk szerint, amit Jézus Krisztus ránk hagyott, hogy eképpen imádkozzunk, a Lukács evangéliuma 11. részének 2. versében a következő ige olvasható. Mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk naponként. És bocsáss meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hát itt nagyon erőteljesen ugye az hangzik ebből a mi atyánk imádságában, hogy jöjjön el a te országod, Istenem, és legyen meg a te akaratod, Istenem, itt a földön is, amint a mennyben, úgy a földön is legyen meg. Tehát szerintem az egész világon a mi atyánk imádságát imádkozza a legtöbb ember naponta. Szerintem naponta több millió ember a földünkön ezt az imádságot mondják. De valójában véve tudják-e azt, hogy mi van e mögött? Tudják-e azt, hogy mit jelent? Vagy csak azért imádkozzák, mert Jézus ezt hagyta ránk? Tehát ha igazából ezt boncolgatjuk, ezt az igét, akkor ugye jöjjön-e a te országod? Hát atyánk országa az a mennyei királyság, az a mennyek országa. Tehát az az ország legyen itt. Igen, de a mennyben nincs házasság. Legyen meg a te akaratod,
miképpen a mennyben, azonképpen a földön is. Hát ez egész tükörképe, azt kérjük, hogy itt a földön lévő élet az az, amelynek a tükörképe legyen. De a mennyben nincsen házasság, emberek. Az előző igéből ez már kiderült egyértelműen. És épp a mi atyánk imádságában nagyon komolyan megtalálható, hogy mi emberek nagyon sokan itt a földön naponta imádkozzuk ezt az imádságot, ami valójában, mivel részben azt jelenti, hogy ne legyen itt a földön házasság férfi és nő között. Mert mivel a mennyben nincs házasság, ugyanúgy itt se legyen, mert mi úgy legyen minden itt a földön, amint a mennyben van. És mi emberek sajnos sokszor csodálkozunk, hogy nem működik a házasság, miért nem működik a házasság, nem tudjuk, hogy miért nem működik a házasság, imádkozunk, mondjuk a mi atyánkat, ugye, de mégsem működik a házasság. Isten nem akarja a házasságot. Tehát Istennek nem akarata a férfi és a nő házassága. Tudom, hogy ez most nagyon súlyos kijelentés. Tudom, hogy meg fognak támadni emiatt, a kijelentés miatt, de úgy legyen minden, ahogy Isten akarja, és amint a mennyben van, úgy legyen itt a földön is. De hát az előbbi ige miatt a igéből kiderült, hogy a mennyben nincsen házasság. És mivel ezt nagyon sokan valójában nem tudjuk, hogy mit jelent ez az ige, és hogy mi van mögötte, milyen jelentés van mögötte, nem tudván tudattalanul azt kérjük, hogy legyen minden úgy itt is, ahogy a mennyben van. De ha mennyben nincs házasság, akkor itt se lesz házasság, emberek. Mi a házasság? A házasság az törvényes paráznaság. A paráznaságot törvény által legalizálta az ember. Ugye, benne van a 10 parancsolatban, hogy ne paráználkodj. De hát mégis olyan jó enni meg falni egymásnak a húsát, ugye, ami az paráznaság, de Isten ezt megtiltotta, hogy ne paráználkodj. És az ember, csak is az ember törvény által legalizálta a paráznaságot, ami nem más, mint házasság. De a házasságnak egyáltalán nincsen semmi értelme, abszolút hiába valóság minden házasság, ugyanis az emberek, legtöbb ember, legtöbb házasságban élő ember idejüknek a vége fele, amikor megöregednek itt a földön, akkor előbb-utóbb úgy is rájönnek, hogy egy hiába valóság az egész házasság. Mert boldogságot nem fog adni az ő lelkének ott egy házasságban, kőkeményen vannak jogok és kötelezettségek. És ezek mind az embernek a lelkét börtönben tartják. De a házasság az nem bűn, tehát Isten megengedte a házasságot cserébe azért, hogy a lelked börtönben legyen, börtönben éljél, úgy éljél, hogy a te lelked az egy börtönben lesz, míg házas vagy és házas leszel, és soha nem lesz szabad a lelked a házasság alatt. Mózes teremtés könyvébe olvasható, hogy az Isten a nőt azért teremtette meg, hogy a férfinak segítő társa legyen, de nem parázna társa. Tehát a férfiak paráznaságra használják a nőket. Hát a nők meg pénzautomatának használják a férfiakat. Erről szól a házasságok 80%-a. Vannak jó házasságok, vannak tényleg konkrétan Isten által megáldott házasságok, és azok a házasságok, amik tényleg boldogságban tudnak működni, na, azok a házasságok, ahol a férfinak is és a nőnek is első helyen van Isten. Ez a lényeg, emberek, ekkor működik egy házasság. Ne egymást szeressük, ne egymásban találjuk a megoldást, ne egymástól várjuk el a mi lelkünk boldogságát, hanem nekem is, mint férfinak első helyen legyen Isten, és a nőnek is első helyen legyen Isten. Na akkor adja Isten a áldását egy házasságra. Csak a házasságban az a legnagyobb, hát úgy mondom, hogy gond, baj, probléma, mármint azoknál, akik Isten útján kezdenek el járni, és rátérnek a keskeny útra,
hogy a házasság az nagyon elcsábíthatja a másik felet. Az embernek a házastársa nagyon könnyedén fontosabbá válhat, mint Isten, bűnbe eshet, és az ember a szívében és a lelkében könnyedén fontosabbnak tudja vélni a házastársát, mint Isten. Na viszont, ha ez megtörténik, akkor Isten áldása azon a házasságon addig tartott, tehát is ne tovább. Tehát utána már jönnek a széthúzások, veszekedések, meg nem értések, ott harmónia, egyensúly, az biztos, hogy nem lesz, meg szeretet se. Tehát mindenki, aki házasságban él, ne váljon el, én nem azt állítom, hogy váljon el, nem, én azt állítom, hogy ne váljon el senki, hanem a lelkében legyen első mindenkinek Isten. A férfinak is első helyen kell szerepelnie a lelkében Istennek, és a nő lelkében is legyen első helyen Isten. Ez a jó és tökéletes házasságnak a megoldása. Erre adja Isten az áldását. De szerintem ez a házasságoknak maximuma 20%-a. Nem igazán akarok most számokat mondani, de lehet, hogy sokat mondtam, ha azt mondom, hogy 20%-ának ez betudható. Hát zárószóként azt szeretném elmondani, hogy az ember életében nem megoldás a házasság. Semmiképp ne várjuk el a házasságtól, hogy bármilyen módon is és bármilyen szinten meg fog oldódni az életünk akkor, hogyha házasok leszünk. Valójában véve ez pont fordítva van. Gyötrelem, fájdalom, börtön és szenvedés lesz a lelkünknek. De nem bűn, akkor nem leszünk bűnben. Mert a házasság az nem azt jelenti, hogy az ember bűnbe kerül. És senki ne törekedjen az életében házasságra, mert a mennyben nincs házasság. Jöjjön el Isten országa ide, és legyen meg az ő akarata itt, ugyanúgy, amint a mennyben, ugyanúgy legyen itt e földön is. Krisztus beszéde lakozzon mindenkiben gazdagon. Sziasztok! Ezt a felvételt a Latora kereszten YouTube csatornáról játszottam be, és a címe az, hogy miért nem működnek a házasságok. Úgy érzem, még a süket is hallotta, hogy az úriember nem a házasság ellen beszél, hanem egyszerűen csak elmondja azt, hogy a házasság az nem arra adatott, hogy örömöt okozzon, hanem ellenkezőleg, hogy megtörje a testet. A házasság törvény, éppen úgy, mint az állam törvényei, a katonaság törvényei, a börtön törvényei, a betegség törvényei, a házasság is egy intézmény, és törvényes keretek közé van zárva, és a törvénynek a dolga az, hogy megtörje a testet. Mert hogyha megtörje a testet, azáltal a lélek megszabadul. Úgy igazából én annyit fűznék hozzá, hogy mindenképp jó, hogyha a házasság törvény alatt van, hogyha a kapcsolat törvény alatt van, a férfi és a nő között. Tehát jó a törvényes házasság, úgy igazából nincs is más házasság, mint törvényes házasság. Mert, mint mondtam, a törvény megtöri az embert, és a törvényes házasság, a törvényes és tisztességes házasság, a csalás nélküli házasság, a hazugság nélküli házasság, a paráznaság nélküli házasság, a bűbáj nélküli házasság, amikor a nő agyon sprézi magát, meg agyon parfümözi, meg festi magát, meg díszíti magát. Tehát ugye jézabeli módszereket alkalmaz, bűbájt alkalmaz, hogy a férjét naponta elcsábítsa, hogy ő legyen a férjének a mindennapi kenyere, és nem pedig a mindenható Istennek a szava. Tehát hogyha nincsen bűbáj a házasságban, hanem tisztességesen élik meg azt törvényesen és tisztességesen, akkor a házasság megtöri a testet a szó legjobb értelmében, és arra készíti úgy a férfit, mint a nőt, hogy keresse az igazságot, keresse az igazi megoldást. Mert az, hogy a férfi kigyúrja magát, és izmos lesz, vagy jó dolgozik, vagy jó sok pénzt keres, vagy pedig a nő megborotválja magát, vagy pedig beparfümözi magát, ez nem megoldás, emberek. Ez már bűbáj, ez már Jézabel, nagyon veszélyes bűn, úgymond paráznaság a házasságon belül, Istennel szemben, a házastársal szemben is paráznaság. Tehát, hogyha a nő csábítgatja a házasságon belül a férjét, úgymond folyamatosan ingerli őt, és próbálja elcsábítani az ő testi szépségével, már az is paráznaság, veszélyes bűn az Isten szemében.
Mert azáltal a férfi nem veszi észre, hogy a házasság nem lehet az élet értelme. És a nő szintén nem veszi észre, hogy a férfi jól keres, jól szponzorizálja a nőnek az ambícióit, a vásárlási ambícióit, a nő sem fog rájönni arra, hogy a házasság nem a megoldás, ahogy mondja Ferenc ebben a felvételben. Én miután meghallgattam ezt a felvételt, nekem néhány dolog felötlött egy alkalommal, azt hiszem a legutóbbi lagzin, amelyeken részt vettem, és esküvőn, amin részt vettem, a templomban, a hátcsoportban ültem, és egyszerűen csak úgy próbáltam távol lenni, hogy halljam, kívülről halljam, hogy ottan mi történik. Mi az, hogy esküvő? És volt egy kis füzetem is, jegyzeteltem azt, amit adott a lélek, már akkor kezdtem írogatni, és emlékszem, hogy azt közé is tettem a szabad gondolatnak valamelyik számában, hogy eskü, ígéret és fogadkozás. Én akkor még nem ismertem a Bibliát, de mégis leírtam azt, hogy nem jó esküdni emberek, nem jó ígérni, nem jó fogadalmat tenni senkinek, mert mit tudod te, ó ember, hogy mit hoz a holnap, holnap te hol leszel, holnap te merre változol, és a te ígéretet, a te esküd, a te fogadalmad megköt téged. És mi történik a templomban? Esküvő, megesküsznek egymásnak, hogy míg a halál el nem választ, együtt lesznek. Persze ez szükségszerű, megesküdjenek, mert hogyha már van testiség, tehát van paráznaság, akkor szükségszerű, hogy törvény alá legyenek helyezve. De a törvény megtörje őket. De hogyha valaki elgondolkodik azon, hogy mi az, hogy eskü, meg az, hogy ígéret, meg az, hogy fogadalom, akkor egyértelműen megértheti, hogy azáltal ő rabigába taszítja magát, a törvény rabságába. És azáltal megkötözi magát, tehát eldobja magától azt a lehetőséget, hogy ő változzon, hogyha az Úristen hívja, vagy bármilyen körülmény adatik neki, ami jobbat kínál számára, persze nem testi értelemben, hanem legfőképp lelki értelemben, megakadályozza őt abban, hogy ő változzon, hogy ő meg tudjon változni, akár megújulni. Annál is inkább, hogy a mindenható Isten minket, hát Jézus nem azt mondja, hogy megújulásra, Pál apostol mondja, hogy megújulásra, hogy újuljatok meg az elmétek megújulása által, megváltozása által. De hogyan újulnék én meg, hogyha én 20 éve kötöttem egy szerződést, egy adásviteli szerződést, egy kölcsönösen lemészároljuk egymást szerződést, egy ígéretet, egy esküvő, egy fogadalmat. Nekem tilos a megújulás, emberek, nekem tilos az újjászületés, és ezért nagyon sok ember a házasságban pontosan ezért nem tud újjászületni, mert köti őt az eskü. Hallottam ilyent, hogy hallotta Istennek a hívó szavát az újjászületésre, és nem tudta elfogadni Istennek a hívó szavát, mert kötötte ő az eskü a férjéhez, illetve a feleségéhez fűződő esküje, amely összeköti őt az ő hitvesével, az ő házastársával. És nem akarta tudomásul venni, hogy az ég és a föld teremtőjének hatalmában áll feloldani az esküt. És ez nem válást jelent, hisz Isten azt mondja, ne váljatok el. Nem kell a hívő ember, aki nagy nehezen hitre jut valamiképp, és újjászületik. Isten nem azt mondja neki, hogy váljon el, hanem azt mondja, legyen engedelmes. És legyen engedelmes a Krisztusnak, Istennek, és ne az ő feleségének, ne az ő férjének, ne őt kövesse. Mert a mindenható Isten, aki megmondja, mit kell csinálnia. De persze, hogyha őt köti az eskü, az ígéret, a fogadalom, akkor nagyon sok ember a test miatt nem egyszerűen képtelen elfogadni Istennek az életre hívó szavát. Nem tud újjászületni. Annyira megkötözte magát az esküvel. És a templomban mit mondanak? Míg a halál el nem választ. Elég borzalmas emberek. Tehát egy olyan esküt kötöttem valakivel, amelyet csak a halál tud feloldani. És persze a templomban nem mondják el azt, hogy Istennek van hatalma feloldani. És hangsúlyozom, nem vállásról beszélek, nem a házasság ellen beszélek, hanem arról, hogy az Úristen feloldja a házasságot azáltal, ahogy mondta ez az úriember is, hogy úgy a férfi, mint a nő, Isten választja. Hogyan lehetne egység a házasságban? Egyetértés. Az egy a mindenható Isten. Egyetértés úgy lehetséges, hogyha a férfi és a nő egyaránt ismeri az egyet, a mindenható Istent. De mivel, hogy sem a férfi, sem a nő nem ismeri az egyet, az egy igaz Istent, az egyszülött fiút, nem lehet egyetértés, hanem mi van? Hát kölcsönös bántalmazás. Egymást bántalmazzák, nyalják, fajják, de meg is eszik egymást. Úgy lelkileg, mint testileg.
Lelkileg is tönkre mennek, testileg is tönkre mennek, a törvény alatt, a házasság törvénye alatt, míg a halál el nem választ. És szó szerint tesznek arról, hogy a halál elválaszt őket egymástól. Az erősebb győz, megöli a másikot, megeszi a másikot. És igen, akkor a halál elválasztja őket egymástól. És sokan ugye mennek tovább egy következő parázna kapcsolatba, egy következő házasságba. Ott is addig, amíg a halál el nem választja őket. Az emberek egymást megeszik, leamortizálják, úgy lelki értelemben, mint testileg. Először a házasság. A jó házasság emberek az már nem házasság. A jó házasság, amikor a férfi és a nő házastársak egymással, és mind a ketten újjászületnek, mind a ketten megismerik Istent, megismerik az egy igaz Istent, akkor egyet értésben lehetnek, de akkor ők már nem házastársak, vagyis házastársak Isten házában, az egy házban, az egy igaz Isten egy tökéletes házában. Házastársak? Nem paráznatársak, hanem házastársak. Mert mind a ketten gyermekké lettek. És ez az, ami által a mindenható Isten fel tudja oldani a házasság kötelékét. Azt a házasságot, amely ugye megbetegíti és megöli az embert. És sajnos nem csak a testet, hanem a lelket is megölheti. Mint tudjuk, a lelket is megölheti a törvény. Hogyha a kegyelmet nem ismerik meg, a házastársak, a férfi és a nő, ha nem ismerik meg az igazságot, Krisztus szavát, megölheti őket a törvény, a házasság törvénye. Egymást megeszik, testileg és lelkileg. Ezt a templomban nem mondják el. A templomban halálra ítélnek. Életfogytiglanra ítélnek, majd halálra ítélnek. Azt mondja a törvény, hogy míg a halál el nem választ, mit mond a kegyelem? A kegyelem azt mondja, amíg az élet nem egyesít, addig lesztek együtt, addig vagytok házastársak, amíg az élet nem egyesít. Te melyiket választod? Azt, hogy míg a halál el nem választ, és tovább folytatod a gyilkolást, a férjed meggyilkolását, a feleséged meggyilkolását, szavakkal, fizikailag, zsarolással, csábítással, manipulálással, hazugsággal, bűbállyal, vagy pedig úgy döntesz, hogy kívánod azt, hogy az élet egyesítsen titeket, mert egyek a házasságban nem lehettek. A testi házasságban a férfi és a nő nem lehet egy, mert a szakadás lélekben történt meg emberek először. Ádámból lett kivéve Éva. A szakadás lélekben történt meg. Mi meg a szakadást próbáljuk helyreállítani testileg. Ez a házasság. Az, hogy Isten, amit egybeszerkesztett, ez nem ez a házasság az oltár előtt, hanem az, ahogy Isten elképzelte. Egyben volt a kettő, a férfi benne, a férfiban volt a nő. Egy volt, egész volt. És lelki értelemben kiszakadt a nő a férfiból. És fizikai értelemben is megjelent a férfi és a nő. Egészen pontosan lelki értelemben kiszakadt a nő az emberből. És úgy lett a férfi és nő. Addig Ádám nem férfi volt, hanem ember. Ádám, amíg szét nem szakadt, addig ő ember volt, és nem férfi. Miután szétszakadt, utána lett nő és férfi. Tehát ő egybe volt szerkesztve. Amíg gyermekek vagyunk, addig mi emberek vagyunk. Mert nem a nemünkkel azonosulunk, hanem az igennel, Isten igéjével, bizalomban élünk. Isten egybeszerkesztette az embert. Egybe volt szerkesztve, de mi szétfesztettük, szétszakítottuk. És így jelent meg a két nem, az egy igen helyett, Isten igéje helyett. A két nem, a férfi nem és a női nem megjelent. És így szét lett vágva, szét lett hasítva, szét lett szerkesztve az, amit Isten egybeszerkesztett. És mit csinál a vallás? A vallás, vagyis az ember azt csinálja, hogy egybe akarja szerkeszteni azt, ami lelkileg hasadt ketté, de ők fizikailag, tehát testileg próbáljuk egybeszerkeszteni azt, ami lelkileg hasadt ketté. Ezért nem működik a házasság. Nem okoz örömöt. Az egybeszerkesztés csak úgy történhet, hogyha a férfi megismeri az egyet, az egyszülött fiút, Jézus Krisztust. A nő úgy szintén megismeri az egyet, vagy az egy igaz Istent, az egyszülött fiút. És mind a kettő az egyre tekint, ahogy mondta Ferenc is. A férfi és a nő egyaránt. Az egyre tekintenek, és van egyetértés, mert mind a kettő érti az egy igaz Istent. Egyetértés van bennük és közöttük. Mert közöttük van a mindenható Isten, és ő egybeszerkeszti őket lelkileg. De mi fizikailag próbáljuk magunkat egybeszerkeszteni. Az oltár előtt, és az ágyban, a francia ágyban, és a spanyol meg a nem tudom én melyik ágyban.
próbáljuk magunkat egybeszerkeszteni, és nyaljuk, és faljuk, és öljük, és gyilkoljuk egymást, úgy lelkileg, mint testileg. Nagyon erőteljes az észrevétel, és áldom a mindenható Istent én is, hogy a kedves utitársaknak ad ilyen kijelentéseket, ami engemet is inspirál, és megörvendeztet. Teljesen egyértelmű, a mi atyánkban azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Egy másik helyen pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem úgy lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát ebből következik, hogy a mennyben nincs házasság. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát azt jelenti, hogy a földön is a házasságok felbomlanak. Nincsen semmilyen vállóper, nem válnak el egymástól, de gyermekké lesznek. És azáltal gyermekké lesznek, ők egy házastársak lesznek. Az egyházban lesznek társak, mint két gyermek, nem mint férfi, és nem mint nő, hanem mint két gyermek. És már nem fogják marni egymást, nem fogják gyilkolni egymást. Ez Istennek a tökéletes terve, amint a mennyben, úgy a földön is. És a feltámadás az most van. Sokszor elmondtam, hogy a katolikus egyház hazudik, a katolikus sátán hazudik. Nem lesz semmiféle feltámadás a halál után, ha te most nem támadsz fel lélekben. Miután meghalt a testet, számodra nem lesz feltámadás, csak jelképesen, ahogy mondja Pál apostol, hogy feltámadsz az örök életre, vagy pedig az örök kárhozatra. De a feltámadás most van, az újjászületés, hogyha az ember Istenhez fordul, nem egy valláshoz, nem egy szektához, hanem letérdel ott, ahol van, és fohászkodik az élő Istenhez, hogy adjon neki látást, mutassa meg az ő bűneit, az ő mocskait, amelyek elválasztják őt Istentől, és feltámad az ő lelke, és gyermek lesz, Isten gyermeke lesz. És hogyha az asszony feltámad, a férfi feltámad, akkor az asszony már nem asszony, a férfi már nem férfi, hanem mindkettő gyermek, úgymond aszexuális. Nem heteroszexuális, nem LMBTQ, hanem aszexuális. Tehát nem kell neki a szex, mert ő kap igazi eledelt a mennyből. És ezt végzi a mindenható Isten, a férfiak és a nők között. Amint a mennyben, úgy a földön is, itt válunk olyanokká, mint az angyalok. Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. A szűzek, amelyekről ír a Jelenések könyvében, hogy nőkkel nem érintkeztek, azok nem olyan szűzek, akik sosem érintkeztek a nőkkel, hanem olyan szűzek, akik feltámadtak és újjászülettek, és már nem a szexből szerzik az örömüket, nem a nyalás falásból, hanem a lelki táplálékból, amit kapnak Istentől, a bizonság tételből, a bizonság ételből. A mennyben nincsen házasság, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát a földön sincs házasság. Hogyha újjá vagy születve, akkor te már nem házasságban, te már nem törvényben vagy, hanem kegyelemben vagy, a Jézus Krisztus általi kegyelemben. Azt mondja Pál apostol, Krisztusban nincsen férfi, nincsen nő. Tisztán, fejren, feketén le van írva, Krisztusban nincsen nő, nincsen férfi. Noha férfi testben vagyok én, te meg női testben vagy. Én nem vagyok férfi, te meg nem vagy nő. Mindketten gyermekek vagyunk, mert nem a testekre nézünk, már nem a testekkel azonosulunk, a rothadó testtel, hanem a lélekkel, amely örökkévaló, Istennek a lelkével, Krisztussal. Mikor van a feltámadás? Amennyiben a mennyben nincs házasság, és mi azt kérjük Teremtőnktől, hogy legyen meg az ő akarata, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi lesz a házas emberek sorsa? Hát ez, hogy amíg az élet egyesít, megtörténik az egyesülés, de úgy egyesülnek, hogy mindketten beolvadnak az egybe, az atyába. Egyetértés, egyesülés. Te melyiket választod? Azt, hogy a halál elválasszon, hogy megöld a feleségedet, vagy pedig a feleséged megöljön téged, ezt választod, vagy pedig azt választod, hogy az élet egyesítsen. De ez fontos az újjászületés. János evangélium a 3. rész, térdelj le, és imádkozz Jézus Krisztushoz, az atyához. Utána olvasd el, kérd látást a szemeidre, hogy megtudd, hogy mi az, hogy újjászületés. Ha kapsz látást a szemeidre, meglátod a bűneidet, a benned lévő mocskot, életlenességet, olvasd el Jézus tanításait, a 4 evangéliumot, kapsz látást, és megkapod az újjászületést, és hogyha újjászületsz, akkor már nem férfi vagy, hanem gyermek, nem nő vagy, hanem gyermek, Isten gyermeke, és Isten gyermekei egyesülnek lélekben, nem testben, nem szexuálisan, hanem lélekben, mint gyermekek, ahogy annak idején a játszótéren egyesültünk, amíg még ártatlanok voltunk, és játszottunk egymással. Ennyire egyszerű, drága emberek, ennyire egyszerű lenne, és sajnálom, hogy én is csak ilyen nehezen tudtam felébredni, és ilyen nehezen tudtam megérteni alapvető dolgokat. Erről kéne beszéljen a keresztény ember.
De hogyha ő ezt nem éli meg, vagy nem akarja megélni a gyermeki létet, az Isten gyermeki létet nem akarja megélni, akkor hogyan beszélhetne erről? Csak akkor beszélhetünk erről, hogyha mi magunk is megéljük. Ez az ember, aki ezt elmondta, ő is megélte, ő azt kérte a mindenható Istentől, hogy őt tegye alkalmassá mennyek országára. És úgy tette Isten őt alkalmassá mennyek országára, hogy elvette tőle a szexualitást, a paráznaságot, megbocsátott a bűneit, gyermekét tette, már nem szexfüggő, nem önkielégítés függő. Isten megbocsátott a bűneit, gyermekét tette. És hogyha gyermekét tette őt, akkor ő már beszélhet erről teljesen legitim módon, hiteles módon, hogy igen, én is parázna voltam, noha nem voltam házasságban, volt parázna kapcsolatom nekem is. Én is végeztem önkielégítést, mint a legtöbben. De amint Isten engem egy gyermekké formált, és ad nekem mennyei örömöket, úgy nem kell nekem a testi öröm, a földi öröm, mert az sokkal kisebb és gyengébb, mint a mennyei öröm, mint a lelki öröm. És hogyha valaki ezt megkapta, akkor hitelesen beszélhet arról, hogy az Úristen őt megváltotta, szó szerint kiváltotta, kivette a bűnös világból, a hazug világból, a testi világból, a földhöz ragadt világból, a karnális világból, az ő lelke szabad. És amikor a teste meghal, az ő lelke szabadon távozik a mindenható Istenhez, a mennyek országába. Te melyiket választod? A férjeddel szemben, a feleségeddel szemben. Azt, hogy míg a halál el nem választ, addig leszel vele, amíg megölöd őt, vagy pedig ő öl meg téged, vagy pedig azt választod, hogy amíg az élet egyesít, amíg az élet nem egyesít, és akkor kéred a mindenható Istentől az újjászületés ajándékát, a Szentlélek ajándékát, hogy szüljön újjá, hogy egyesüljetek lélekben, legyetek egyek, mint két gyermek lélekben, eleget paráználkodtatok. Vágytok-e arra, hogy egyek legyetek lélekben, lélek által, Isten lelke által, gyermeki örömökben, bizonság tételben, bizonság ételben, vágysz erre, vagy nem, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!